Ebben a társadalomban lehetőség volt arra, hogy az ember 10-12 órát dolgozzon egy nap, és egyre nehezebben bírtam ezt az álommunkát, és hát valamit kellett sportolnom. És megragadott ez a James Fixnek, ez a Futók-kocogók könyve, és olyan szuggesztívan írt a futásról, hogy én is úgy éreztem, hogy el kell kezdeni futni, mert volt benne, van benne egy nagyon jó mondás, hogy a láb mindig kéznél van. Teljes meglepetésünk erre az évre megkaptuk az Európa-bajnokságra a válogató versenyrendezési jogát. Utólag ranglista versenyre is nyilvánították. Úgy érzem, hogy ez egy nagy kihívás volt. Én ezt tényleg sportszeretetből csináltam, és ezek a beta rengeteg utáni lokálpatriotizmusból. Ez a mai verseny, ami remélem egy hagyományt teremtett, ennek szólt, hogy Tiszaújvárost várost egy kicsikét más megítélésbe hozzam ebbe az országba. Miért pont a triatlon? Kellett mindig valami cél, amire le tudtál menni kocogni, amire kicsikét tudtál mozogni, mert nagyon könnyen lebeszélted magad, ha esett az eső, azért, ha sütött a nap, akkor azért. És akkor elkezdtem először futkározgatni, utána elvitt egy barátom triatlon versenyre, megragadott, és annyira magával ragadott, hogy volt egy cél, amire készülni kell. Ez, hogy mi tényleg triatlon egy család vagyunk. Ez egy családias sport. Hát nézd, én az egészségemért csinálom. Hát tulajdonképpen csak az órával tudok versenyezni, mert sokkal felkészültebb versenyzők vannak, és sokkal fiatalabbak természetesen. De hát, ha nem vagyok utolsó, akkor az már nagyon jó. Itt van az egész triatlon mezőny, Szombathelytől, Nagytanizsán át, Nyíregyházáig, mindenki, aki a triatlonba érdekel, minden egyesület itt van, és azért úgy érzem, hogy most túl a megtiszteltetésen egy igen nagy súly. És azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy azért is izgulok, mert reménykedem. Hát országhatáron kívül még nem voltunk. Ilyen megközelítő létszámban már voltunk országos bajnokságokon, Addomboriban tavalyi 1994-ben, de országhatáron kívül még nem voltunk. Azért nagyon aktívan sportolni, sajnos a szervezés az nagyon sok időt leköt. Egy alapszabály módosítás is szerepelt a napirendi pontok között, amelynek a legfontosabb része az, hogy a klubneve megváltozik, TVK Mari Triatlon Klubra. Egészen 2000-ig megkaptuk a rendezés jogát, és hát ez itt most úgy néz ki, hogy permanensen Tiszaújvárosba ugye világkupa pontokat lehet szerezni, és hogyha meg az is előfordulhat, hogy 2000-es olimpia előtt itt lesz utolsó kvalifikációs verseny. Ha ebbe belegondolunk, akkor ez egy őrület. Hát most már azt mondom, hogy nagyon nehéz volt, de nagyon örülök neki, hogy megrendeztük.
úgy érzem, hogy nem is láttuk azokat a nehézségeket 8 hónappal ezelőtt, amikor beleugrottunk ebbe a dologba, hogy elvállaltuk a rendezést. Jaj, most nem is tudom, mikor izgultam ennyire. Úgy érzem, hazai pálya, nagyon jók a fiúk, de babonás az ember, nem tudom, összeszokott-e mindig jönni, talán ha idegenben lennék, kevésbé izgulnék. Most tudom, hogy a fiúk is nagyon meg akarják kutatni, nagyon sok van bennük, azt hiszem, nagyon becsületesen készültek, ebbe bízok, hogy meg lesz a siker. Alapvetően megváltoztatja a klub helyzetét, tulajdonképpen minden együtt található, a korszerű öltözőktől elkezdve a kerékpáros szerelő műhelyen át a görgős teremig, ami kondicionáló teremig, a rekreációs teremig, a pihenőszobáig, az irodán keresztül, tulajdonképpen minden együtt van. Ezen a triatlon nagy héten tényleg lehetett látni, hogy ez a munkának van eredménye, de én nagyon remélem, hogy mindig csak az út eleje. És én úgy érzem, hogy a triatlon az egyik, ez a triatlon nagy hét, ez a triatlon volt az egyik annak, hogy kezdett ez a lokálpatrióta érzület kialakulni. Tehát erre úgy büszke vagyok, mert ma már látszik, hogy ez a város eseménye. Érzem azt, hogy a világ triatlon sportjában van egy olyan dolog, hogy tiszteletes, egyszer el kell menni. Azt kívánom önöknek, hogy a elkövetkezendő egy hétben érezzék jól magukat, és mindenki csak mosolygós arcukat lássuk, felejtsük el most a nehézségeket. Talán ahhoz, hogy ez a lokálpatrióta érzület kialakult ebbe a városba, nem csak bennem, hanem sok városlakóban, mint ahogy mondják, hogy nagyon sokan eljönnek erre az eseményre, tehát büszkélkednek vele és jól érzik itt magukat. Talán ezzel én is hozzájárultam ez a dologhoz, és hát nagyon boldog vagyok, hogy a város megbecsül ezért.